Felkérem Márton László urat, írót, hogy tartsa meg beszédet. Köszönöm. Hívtak a feministák, a baloldali feministák, és jöttem. Úgy is mondhatnám, hogy telefonhívásra a székházhoz jövök. Hadd mondjak valamit előjáróban. A verszi vádakat, amelyet Ákos elszavalt, élőszóban utoljára 54 évvel ezelőtt hallottam, egész pontosan 1956 tavaszán, amikor Ásel Oszkár versmondó estet tartott a bölcsészkaron, és az idézett versből két sort a következőképpen mondott el: 500 bizony dalolva ment, lángsírva verszi vád, de egy sem bírta mondani, hogy éljen Eduard! Nagyjából így fogadták, ahogy most amely. Nos, térjünk a lényegre. Számomra a lényeg az, hogy Magyarországnak, a Magyar Köztársaságnak általában jó híre bizonyos alkalmakkor, mint például 1956-ban, azután az 1980-as évek végén nagyon jó híre volt. Soha nem fogom elfelejteni, hogy bennünket akkor Ausztriába, Franciaországba, Angliába fogadtak. Azt hiszem, hogy most az utolsó néhány hónapban ezt a jó hírt sikerült lerombolni. Nem tudni még pontosan, hogy milyen színvonalra szállt le, vajon ott, ahol a mélypont volt 1945-ben, gondolom, hogy annyira azért nem, de az igyekezetnek eredménye volt. Aki megnézi például a YouTube-on, ahol feliratosra lehet látni Daniel Cohn-Bendit beszédét Orbán Viktorhoz, az tudja, hogy mire gondolok. És természetesen nem csak a média törvényt bírálják, hanem a gazdasági lapok nagyon erősen a gazdasági intézkedéseket, a költségvetési tanács felszámolását, az állami számvevőszék megbénítását, és így tovább. Egész egyszerűen az történt, hogy a médiák, a nyugat-európai médiák arra a legérzékenyebbek, ami a médiákkal történik. Nos, erre reagáltak. És mit hallunk? Azt halljuk, hogy Magyarország ismét összeesküvés áldozata volt. Ez is nagyon régi óta, nem vagyok történész, de azt azért tudom, hogy az 1920-as években Trianont is összeesküvés eredmények tekintették. Kádárék talán másfél évtizeden keresztül más se fújtak, mint hogy az ellenforradalommat a nyugat-európai magyar emigránsok, közismert nyilasok és fasiszták, mint például én, provokálták, és amikor 2000-ben visszajöttem, az egyik első összejövetelről elmentem, Navracsis Tibortól azt hallottam, hogy az akkori Fidesz kormány ismét összeesküvés áldozata lett. Tehát úgy látszik, hogy ebben a fránya nyugati világban mással se foglalkoznak, mint hogy Magyarország ellen esküdnek össze. Mit lehet erre válaszolni? Azt mondani, hogy ostobaság nagyon kevés. Minden vesztes, mindenki, aki hibát követel, ha gyáva, nagyon szívesen hárítja a felelősséget másra. Itt voltak éppen az történt, nem mi követünk el hibákat, nem mi hoztunk egyeztetés nélkül hossz törvényeket, hanem Nyugat-Európa hibázott, és természetesen azért, mert a gonosz honfitársaink, az a baloldal, amelyik alkalomattá nemzetére támadt, ismét nem nemzetre támadott. Ugye milyen egyszerű? Ha itt tartunk, akkor nincs szükség felelősökre. Ismétlen, nézzék meg az interneten, hogy mit ír Magyarországról a Monda, Frankfurt Allgemeine és más nyugati lapok. Hallgassák meg Daniel Cohn-Bendit beszédét, aki azzal kezdi, hogy 1954-ben kiskamaszként hogy lelkesedett a
a magyar futballért, azután 1956-ban, két évvel később, hogy ment el bátyja kezét fogva tüntetni, azt mondja, hogy ő is és a bátyja is kimondottan szerették Magyarországot, és hosszasan dicsérte Orbán Viktor szerepét a rendszerváltásban. Utána természetesen jött a fekete leves, de abból, amit mondott, és ahogy mondta, mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy pontosan ismeri Magyarország történetét, pontosan tudja, hogy ki volt és mivé lett Orbán Viktor, nem volt szüksége arra, hogy emigráns intrikusok sugjanak neki. Akik az ilyesmit terjesztik, egész egyszerűen nem vesznek tudomást arról, hogy Budapesten 75 vagy 80 nagykövetség működött. Aki egy kicsit ismeri a diplomácia működését, tudja, hogy ezek a nagykövetségek naponta szállítják kormányuknak a híreket, sajtószemléket, beszélgetések eredményét és tovább. Akik ilyesmit terjesztenek már, mint az összeesküvést, nem tudják azt, hogy a Magyarországon megjelenő lapokból Brüsszelben és Luxemburgban fordítók tucatjai készítik a jelentéseket, és a legfontosabb szövegeket, például a médiatörvényt lefordítják. Amikor Orbán Viktor kimegy és megreckészteti az Európai Bizottságot, az európai politikusokat, hogy nem ismerik a törvény szövegét, a megleckésztetettek előtt ott van a törvény különböző nyelvekre lefordított teljes szövege. Vajon a kettő közül ki néz ki nevetségesnek? És ezzel fejezném be, szeretnék reálisra lenni, nem történt Brüsszelben katasztrófa. Nem feketítették be Magyarország nevét, nem tették lehetetlenné a jövőnket. Egy dolog történt, a magyar kormány feje nevetségessé vált. Azt hiszem, ez éppen elég.